Most még gyerekek játszanak a nyíregyházi Szent Miklós görög katolikus általános iskola udvarán. Július 13-ától azonban görög udvar néven az idei mandala nyárnak ad helyszínt. 1992-től 20 éven keresztül a szabadtéri színpad biztosította a helyet az eseményeknek. 2011-ben az evangélikus általános iskola és óvoda, majd 6 éven keresztül a Sóstói Múzeumfalu. Az ottani felújítások miatt idén új helyszínt kellett keresni az előadásoknak, így esett a választás a Szent Miklós görög katolikus általános iskola udvarára. Örömmel adtunk helyszínt a mandala nyárnak. Hát elsődlegesen nagy kérdés volt, hogy minden feltételt tudunk-e biztosítani. Ezt a múlt pénteki bejáráson megtekintettük, átgondoltuk, és hát múlt pénteken, illetve pénteken kiderült, hogy van rá lehetőség. Még hétfőn volt egy egyeztetésük, és hétfőn délután döntöttünk arról, hogy akkor megváltozik a helyszín, tehát a mandala nyár az a görög udvarban kerül megrendezésre. A Mandala Dalszínház saját mobil színpaddal és lelátóval rendelkezik, ezek lesznek a görög udvaron is felállítva. A programsorozatot évente 10 000 néző látogatja, ezért a szervezők mindig Nyíregyházára hozzák a színész társadalom legnagyobb képviselőit. Összesen 11 előadással készültünk, ez egyébként körülbelül az a szám, amivel szokott jelentkezni a Mandala nyáron nagy színpadi előadások tekintetében, és hát, hogy néhány színész nevet emeljek ki, Szeregnyei Béla, Csonka András, Magyar Attila, Sáfár Mónika, Sáfár Anikó, Teremi Trixi, Heller Tamás, és akkor még lehet hosszasan sorolni. És az egyik előadásnak a rendezője is egy nagyon népszerű és ismert név, Szente Vajk. A korábbi évek nagy sikerű előadásai és a vendég előadások mellett hagyomány, hogy minden évben helyet kap a programban a Mandala Dalszínház egy premierje is. Idén Rékuninak a Család ellen nincs orvosság című darabja lesz. Egyébként a Mandala Dalszínháztól nem idegen a Rékuni féle vígjáték, hiszen játszottuk már a Páratlan páros 1-2-t, a Miniszter félrelépett, a Kölcsönkérót, úgyhogy ez a fajta humorvilág nem állt távol tőlünk, illetve szeretjük is Rékuninak ezt a poénvilágát, amit képvisel a darabban. A Mandala nyár első előadása a Csúnya lány című zenés vígjáték lesz július 13-án, a zárógálát pedig szeptember 2-án tartják. A darabokra jegyek vásárolhatóak a Nyíregyházi TDM irodában és a Sky Travel utazási irodában, valamint az előadások napján a helyszínen 15 órától.